Most eltelt már 2 nap, és most fel is van tárcsázva ugye ez a földrész, ami ugye itt volt a szőlő, és ki lett szedve, és fel lett szentve, és most tárcsázva van. Aztán pár nap múlva vesszük bele a gyümölcsfákat, ugye a csemetéket, és akkor el fogjuk ültetni. Fontos megemlítenem, hogy ezelőtt Ádám sosem traktorozott, nincs másfél éve, hogy Ádám elkezdett a traktorral dolgozni, és földet művelni. Elmentünk megvenni a gyümölcsfákat, és volt egy nagyon aranyos kutya itt. Ahhoz mérjük, vagy hát úgy ahhoz a darabszámhoz, vagy a mennyiséghez. Szóval akkor olyan 8-szával számolnak. Vagy 8-szával. Az a baj, ezek itt vannak, és ez jó lenne, ha ezek nem lennének itt, akkor ennek a helyére mehetne úgy, hogy akkor ide 4, a másik szélére, meg még 4. Vagy rakhatnánk oda úgy majdnem a végébe 2-t, így egy kicsit távolabb egymástól, és hogy lehetne úgy, hogy akkor ezzel a 2 szával szembe kerülne a túloldalra oda. A nagy ötletelés után el is kezdődhetett az ásás. Amúgy fontos megemlítenem, hogy most sem szakszerű, amit csinálunk, mert biztos, hogy nem. Fogalmunk sem volt szinte, hogy mit csinálunk. Rengeteget olvastunk, utána videókat néztünk, de mindenhol másképp mutatják. Úgyhogy igazából csak próbáltuk összehozni azt, amit láttunk, olvastunk, amit ahogyan értelmeztünk. Úgyhogy nem feltétlen kell ezt utánozni, amit csinálunk. Ugye az oltásnak lehet kellnie. Hogy kint kell lenni az oldalon. Igen, erre mi szabad belefeszíteni. És hogy a még ez szélesebb rázs, mert nem szabad, hogy gyökér ennyire hozzáérni az oldalához. Úgyhogy kényelmesen el kell benne férni, és nem szabad belefeszíteni. Úgyhogy, mint mindig, most is azt láthatjátok, hogy új dolgokat mi hogyan csinálunk, és hogyan valósítunk meg úgy, hogy fogalmunk sincs, hogy pontosan hogy kell csinálni, és nem értünk hozzá, csak próbálkozunk, de bízunk benne nagyon, hogy sikerül ezt megugranunk, és sikerül megcsinálnunk, és életben maradnak. Szeretünk új dolgokat csinálni, próbálkozni, és látni azt, hogy most sikerül, vagy nem sikerül, amit éppen csinálunk, nem fogjuk azért feladni, mert nem értünk hozzá. Alapvető dolgokra figyeltünk, hogy az oltás ugye fent legyen a föld fölött pár centivel, illetve a marhatrágyát is egy kicsit összekevertük ezzel a homokkal, hogy nehogy megégjen, mert valahol azt olvastuk, hogy meg is éghet, hogyha közvetlen a trágyára tesszük.
Próbáltuk először a gyökeréhez betölteni a földet, jó sokszor meg is locsoltuk, aztán betemettük, viszont ez az első, ez nem sikerült a legjobban, mert nem a föld felszínével volt így egyben, hanem egy picit lejjebb volt, de nem baj, mert majd a következő biztosan jobb lesz. Benne. Az oltás egy kicsit lejjebb van még, ha a trágyát is alá rakod, akkor kicsit magasabban lesz, és akkor jó lesz. Jó, Ferde! Hát így jó szerintem. Ezt a faültetést lehetőleg senki ne utánozza. Mi megmutattuk, hogy mi hogyan csináltuk, hát nem hiszem, hogy szakszerű, mert legalább szerintem ilyen 4 videóból, meg nem tudom hány utánaolvasásból hoztuk ezt itt össze, amit összehoztunk, valószínűleg sok mindent elrontottunk, de ha szeretnétek, megírhatjátok, hogy mit rontottunk el. Most bízunk abban, hogy jó lesz, nem fog tönkre menni, lesz majd belőle jó pár gyümölcsünk. Egyébként azt még el szeretném mondani, hogy egyelőre csak ennyi fát tudtunk venni, de nem ennyi lesz. De most csak ennyit tudtunk, mert hát már eléggé a szezon vége van. Úgyhogy most 4 fát vettünk, ilyen 3-3 és fél métereket hagytunk így egymás mellett, meg úgy is fog végigmenni, meg az egyik oldalról a másik oldalig, ugye a túloldalra viszont meg jó nagy távot hagytunk, és majd a közé fog bemenni mindenféle ilyen csúszda majd, meg homokozó, meg minden, szóval nagyjából így terveztük, és így csináltuk, így sikerült kitalálnunk, úgyhogy bízunk abban, hogy megmarad, bízunk abban, hogy jó lesz, most minden este majd locsolgatjuk, aztán majd látjuk, hogyha megerőntöttük, akkor majd ősszel újra próbáljuk a tanácsuk alapján, hogyha ugye valakitől kapunk.
elkezdtük felújítani az előszobát, viszont nagyon beteg voltam, úgyhogy nagyjából csak ennyi képkocka látható ebből. Na hát még nincs teljesen kész, mert hát még szeretnék ilyen dekorokat, meg még nincs is teljesen befejezve, hogy szép legyen. Eddig tükör sem volt, most tükör is lett. Amúgy teljesen nem így nézett ki, majd vágok be képeket, hogy hogy nézett ki. De nekünk nagyon tetszik, mert sokkal jobb lett, mint volt. És most ezen a hétvégén meg a konyha is ugyanígy újra lesz festve, meg kicsit fel lesz újítva. Az elmúlt napokban beteg voltam, úgyhogy egy kicsit így megállt sok minden, amivel tudtunk haladni így a most az egy-két-három napban az a babaszoba, vagyis hát a babaszobát csináltuk, mert azt is szerettük volna már, mert most már a 34. hétben tartok, és szerettem volna, ha már elkezdjük, és már nagyjából kész is van a babaszoba, de kint nem sok minden haladt, azokon kívül, amit láttatok. Az epret gazoltuk ki, és a következő videóban igazából gazolást fogtok szerintem látni, meg a maradék dolgoknak az elvetését, amit még nem vetettünk el, de most már el lehet vetni. Remélem, hogy az is fog nektek tetszeni, nem csak a traktoros tartalom. Próbálkozunk mindig csinálni valami újat. Egyébként durva, mert két hete veteményeztünk, ma két hete ugye elveteményeztünk, ugye dúghagymákat ilyenek eldugattuk, és már nagyon gazos a kert, és gazolni kell. Hát durva. Úgyhogy ezek lesznek benne. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videónkat is. Sziasztok!